Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez itt már a Kiemelő. Mai magazinunkban vendégünk lesz Urri Gábor, akinek Dűne című alkotása a 6. A kategóriás filmfesztiválon is részt vehet. Ezt követően pedig megtekinthetik összeállításunkat arról, hogy mi lépett a papíralapú térti vevény helyébe. Már is kezdünk! A 6. A kategóriás filmfesztiválján is részt vehet Urri Gábor Dűne című alkotása. Ezúttal a 13. Go Short Nemzetközi Rövidfilmfesztiválra kapott meghívást. Vendégünk a témával kapcsolatban Urri Gábor az alkotó. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hát mit kell tudni erről az új A kategóriás fesztiválról? Hol lesz megrendezve, milyen névót képvisel? Hát ez egy kimondhatatlan nevű holland városban lesz megrendezve. Ha jól tudom, most kivételesen ez egy összvér fesztivál, mert bár offline módon, tehát hagyományos módon rendezik meg, de úgy döntöttek, hogy az idén nem hívnak külföldi vendégeket, ami egy ilyen nagy fesztiváltól meglehetősen szokatlan, de természetesen a pandémia helyzet diktálta ezt. Ez egy úgynevezett A-kategóriás, mint említetted, fesztivál, ami azt jelenti, hogy meglehetősen nagy a presztízse, például Oscar nominálás is folyik ezen a fesztiválon. Hát akkor ez azt jelenti, hogy ide eljutni nem kis feladat, illetve egy külön nívó. Igen, már maga a beválogatás is nagyon megtisztelő. Ez kétségtelen, több ezer film közül szokott ilyenkor az előzsűri 60-70-80 alkotást kiválasztani. Hogyan zajlik egy ilyen különleges helyzetben, a pandémia időszakban egy filmfesztivál? Mennyire tud személyes lenni? Milyen élményt tud nyújtani? Hát ha már az A kategóriás fesztiváloknál tartottunk, akkor el kell, hogy mondjuk, hogy természetesen a rangjuk az változatlanul magas ezeknek a fesztiváloknak, de sajnos épp az említett helyzetből adódóan nem tudják produkálni azt a közösségi és befogadó élményt, amit korábban. 90%-uk online kerül megrendezésre. Ez azt jelenti, hogy nem adottak azok a technikai és egyéb feltételek, például a filmek bemutatására, mint korábban. Nincsenek meg azok a workshopok, azok a mesterkurzusok, azok a beszélgetések, azok a találkozások, amik a normál időszakban velejárói az ilyen rendezvényeknek. Gondolom azért ez nagyon nagy érvágás, tehát hogy kimarad az életetekből az élmény, akár a gratulációnak a pillanata, megélni azt, hogy hát egy elismerést átvenni, illetve hát a kortársakkal, az alkotótársakkal való személyes kapcsolat. Ez kétségtelenül így van, és ha megpróbálom a saját szemüvegemen keresztül nézni, akkor még talán azt is fontos hozzátenni, hogy már amennyire a fesztivál beválogatásokon mérhető egy filmnek a sikere, talán ez mindközül a legsikeresebb munkám. Tehát igencsak kettős érzések vannak bennem, amikor jön egy értesítés egy újabb beválogatásról. 20-ig számoltam még az országok számát, aztán utána abba hagytam, mert tényleg Paraguaytól Indiáig, Kanadától Japánig mindenütt szerepel ez a kis filmem, de hát nagyon ambivalens ez az egész a számomra természetesen, épp az általad említett fogyatékosságok miatt. Na most hál' Istennek azért a kecskeméti közönség egyszer, de egyszer csak láthatta ezt az alkotást, aztán a pandémia szépen elfújta ezt a dűnét, hogy egy kicsit képzavarral éljek. Van-e lehetőség, lesz-e lehetőség arra, hogy mi újra láthassuk ezt a Dűne című filmet? Hát egyébként nem is volt olyan képzavar, mert a Dűne hangi világában a szél egyébként központi szerepet játszik. Az biztos, de a pandémia az már nem volt bekalkulálva. Igen. De a
kérdésedre válaszolva, hát nagyon remélem, de természetesen még az előzsűri döntésétől függ, hogy a Kecskeméti Animációs Fesztiválon nyáron újból láthatja a kecskeméti közönség, de természetesen akárhogy is dönt az előzsűri, ezt én tiszteletben tartom. Ez egy szubjektív kategória, tehát még az is benne van a levegőben, hogy esetleg nem találja bemutatásra méltónak. Egyébként a Holland Fesztiválra utalva azt lehet tudni, hogy kik voltak a zsűri tagok, és milyen szempontok szerint válogatták a különböző alkotásokat erre az A-kategóriás fesztiválra? Egyre emlékszem, és ő pont az ANSI művészeti igazgató, tehát az animációs fesztiválok közül talán a legrangosabb fesztiválnak a művészeti igazgatója is a zsűri részét képezi. Megmondom őszintén, a többi most nem ugrik be. És ezeket az alkotásokat hogyan lehet egyáltalán szemügyre venni a zsűri tagoknak, már csak abból a szempontból, hogy hát most járják a világot azok az emberek, akik majd esetleg egy új megmérettetésre hívnák meg az alkotást? Hát a 21. század ebben nagyon nagy változásokat okozott, vagy hozott, mert még korábban emlékszem rá, hogy 20 évvel ezelőtt még a stúdió munkatársai, amikor nevezték ezeket a filmeket, akkor álltak sorba VHS kazettákkal a postán, és küldték akár a tengeren túlra is ezeket. Most a régi szép idők, a régi ugye? Szép idők, igen. Most már természetesen ez általában egy videó megosztó linket jelent, ez a nevezés, akár titkosított linket. Ezt megkapják az előzsűri tagjai, de ez nem azt jelenti, mert láttam már arra is példát, hogy van, amikor személyesen behívják őket. Például én, amikor Kaffelő zsűri tag voltam talán 2 évvel ezelőtt, akkor mi itt a külföldi zsűri tagokkal a vetítőben néztük ezeket jó minőségben és vásznon, de akkor még nem volt pandémia. Úgyhogy szerintem itt is nagyon vegyes a kép. Vannak, akik meg tudják nézni ezt igazi nagy vetítőteremben, vannak, akik pedig otthon a laptopjukkal és egy fejhallgatóval előzsűriznek. Hát gondolom azért ég és föld a két élmény. Hát arról nem is beszélve, hogy az én filmemnél a hang, ami 5.1-ben is, tehát térhatásúban is elkészült, rendkívüli jelentőségű, tehát amíg a képet talán egy akár laptop vagy tablet monitorja talán 80%-ban vissza tudja adni, de a hanghoz csúcstechnika kéne igazából. Tehát nagyon károsodik ilyenkor a befogadó élmény. Egyébként ez most jutott eszembe ez a kérdés, de azért kíváncsi lennék arra, hogy ugye nagyon sokszor visszaemlékszik az ember, hogy milyen alkotásokat készít. És hát aztán utána van, hogy újra gondolná. Vannak olyan részletei a filmednek, amit ne talántán te újra gondolnál, vagy máshogy tennél? Hát mivel ez egy rendkívül homogén szövetű film, hogy elég titokzatosan fogalmazzak, mert ez egy nagyon egyszerű kis filmecske, aki látta, az tudja, hogy miről beszélek. Ez egy absztrakt film, amiben gyakorlatilag 3,5 percen keresztül fűszálakhoz hasonló motivumokat látunk. Én ezt már nem készíteném el másképpen, viszont az összes eddigi filmemmel ebből a szempontból elégedetlen vagyok. Tehát gyakorlatilag mindegyiket újra csinálnám, és a világ, hogy is mondjam, végezetéig én ezeket módosítgatnám. Jó, hát aztán utána új kivívás volt, méghozzá a Kafnak az arculatát kellett, az idei Kaf arculatát kellett megkomponálnod. Hát mennyire volt ez felelősségteljes dolog, és mennyire nehezítette meg a feladatodat? Ez egy nagyon szép és nagyon nehéz munka. Azért szép, mert a Kaf mára egy nagyon fontos kulturális brand lett Magyarországon, és ugye meg kell felelni ennek a feladatnak, illetve talán még meg kell említeni, hogy itt az ember szakmai közönségnek tervez. Tehát itt az úgynevezett célközönség 100%-ban vizuális művészetekkel foglalkozik, és teljesen érthető, hogy nagyon kritikusak mindennel kapcsolatban. Tehát ez végig
végig egy kicsit fentebb tolta az általam is felállított mércét. Lehet-e valami kulisszatitkot elárulni a mostani megjelenésről? Természetesen lehet. Minden egyes kaf arculat tervezésénél igyekszünk tiszteletben tartani magát, az alap emblémát, ami a kecskemétiek számára jól ismerős, egy háromszögre absztrahált kecskefej szimbólum, egy egyszemű kecskefej szimbólum. Ennek a parafrázisából születik mindig újjá két évente a kaf arculat, és most is így történt. Szándékaim szerint most egy nagyon letisztult geometriai elemekre kikristályosodott arculat született, ami emellett nagyon, nagyon színes, nagyon intenzív színekből építkezik, és nagyon jó együtt dolgozni Mikulás Ferencékkel, mert nagyon, hogy is mondjam, hagyják szárnyalni az embert. Természetesen a racionalitás talajára azért ők engem néha visszahúznak, de erre szükség is van. Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy befáradtál, és sok sikert és mindent bele. Köszönöm. A környezettudatosság, valamint a hatékony és gazdaságos működés miatt a Magyar Posta ZRT 2021. január 1-jével megszüntette a zöld színű belföldi tértivevényt. Helyette az elektronikus kézbesítési igazolás szolgáltatása érhető el az e-posta könyv alkalmazásban. A nemzetközi költemények, rózsaszín tértivevény lapjai viszont nem szűntek meg. Azokat továbbra is szükséges felragasztani. A környezettudatosság, valamint a hatékony és gazdaságos működés miatt is csökkentette idéntől a Magyar Posta a papíralapú adminisztrációt. 2021. január 1-től megszűnt a zöld színű belföldi tértivevénylap, így azt a levelekhez már nem lehet csatolni. Ha valaki mégis ráragasztja a levelére, úgy azt a postai dolgozók eltávolítják. A tértivevénylap helyett az elektronikus kézbesítési igazolás, vagy annak papíralapú másolata lesz elérhető. Jelenleg ez szolgál hiteles dokumentumként a kézbesítés részleteiről. Ahhoz, hogy ezt a szolgáltatást igénybe tudják venni, biztosítunk egy online felületet, ahol elektronikus adatok rögzítésére van lehetőség, amit ha beküldenek a postai szolgáltató irányában, küldemények felvételét követően egy elektronikus úton visszaadott kézbesítési igazolás szolgáltatás igénybevételét biztosítja. Ahhoz, hogy ezt az elektronikus adatrögzítést meg tudjuk tenni, a posta.hu oldalán kell belépnünk. Aki nem rendelkezik a posta.hu oldalán belépési jogosultsággal, annak lehetősége van regisztrálni. Ez a regisztráció néhány adat megadásával elvégezhető, ahol egy e-mailes visszajelzést követően és jóváhagyást követően létrejön a fiókunk. Itt egyéb autentikációs lehetőségek is vannak, úgy mint ügyfélkapuval történő hitelesítés, vagy a posta ügyfélkártyával történő hitelesítés, de magához a programnak a használatához ezekre nincs szükség. A nemzetközi küldeményekhez használt rózsaszín tértivevénylap nem szűnt meg, azt most is fel kell ragasztani. Az Én Postám alkalmazásban cégek is regisztrálhatnak, az így létrejött fiókot pedig később egy magánszemélyes fiókhoz hozzá tudják kapcsolni. Az oldalon ki kell választani, hogy kinek a nevében szeretnénk küldeményt feladni. A szolgáltatáshoz szükséges feladójegyzék készítő felületet, a levél és küldemény minden, amit csomaggombra kattintva e-postakönyv néven érhetjük el. Itt kell eldönteni, hogyan akarjuk kezelni a küldemény azonosítókat. Ha először használjuk az alkalmazást, akkor a ragasszák rá a postahelyen típus kiválasztása az ajánlott, hiszen ilyenkor nem rendelkezünk még olyan küldemény azonosítókkal, amiket a küldeményekre rá tudnánk ragasztani, ezért majd a postáján fogják felszerelni a küldeményeinket. Ha már igényeltünk a felülettől küldeményazonosítókat, akkor rá is tudjuk ragasztani mi, és akkor a postahelyen már nem kell ezzel a felvevőnek bajlódnia. Illetve lehetősége van azoknak, akik nyomtatóval rendelkeznek, hogy a borítékokra a rendszer által generált címiratokat kinyomtatva álljanak elő ezek a küldeményazonosítók.
A feladó adatainak megadása után vihetjük fel a küldeményhez tartozó információkat. Lehetőség van belföldi és külföldi közönséges és könyvelt tételeket feladni. A tértivevény, vagyis a kézbesítés igazolás szolgáltatása a belföldi könyvelt küldeményeknél érhető el. Az igazolás visszaküldésének módja lehet elektronikus és papíralapú is. Ha papíralapút szeretnénk kérni, akkor sem kell a tértivevényt használni, ezt ugyanis a megadott adatok alapján a posta fogja majd kinyomtatni. A feladó jegyzéket a szükséges kitöltések és nyomtatások után lezárhatjuk és beküldhetjük. Amikor beküldünk egy jegyzéket zárásra, akkor erről egy e-mailes értesítést kapunk vissza, hogy a Magyar Posta a rendszerébe befogadta mi az elektronikus feladójegyzékünket. Ezt arra az e-mail címre fogja megtenni, amelyet a feladójegyzék megnyitásakor a címoldalon megadtunk. Szintén erre az e-mail címre fognak azok az elektronikus kézbesítési igazolások visszamenni, amelyeknél azt választottuk ki, hogy e-mail csatornán szeretnénk visszakérni a kézbesítési igazolásokat. Az e-mailben is megküldött jegyzékazonosító számot a postán elkérik, ezt az e-posta könyvben is megtaláljuk, továbbá, ha ide kértük a kézbesítési igazolást, akkor az is a feladó jegyzék aktuális küldeménye mellett jelenik meg, innen lehet letölteni a saját eszközre. A hiteles kézbesítési igazolást digitális aláírással és időbélyeggel látják el. Fontos, hogy az igazolásokat a rendszer maximum 400 napig tárolja. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Hétfőtől két hétre, azaz március 22-ig bezárják az üzleteket. Ez alól kivételek az élelmiszerboltok, a patikák, a drogériák és a benzinkutak. Április 7-ig bezárják az ország általános iskoláit és óvodáit is. A középiskolák és egyetemek esetében továbbra is marad a digitális oktatás. Elkezdődik a tömeges oltás a kórházakban és a házi orvosoknál a hétvégén. A Bács-Kiskun megyei oktatókórház 14 oltópontot alakított ki az épületeiben. Két mentős sérült meg csütörtök délután, amikor kamionnal ütközött egy mentőautó Lajos Mizse térségében az 5-ös főúton. Jelentős útfejlesztés kerül előtérbe az idei költségvetésben. Az év második felében elkezdődhet a Károly-Róbert körút, Margaréta körforgalom és Budai út közötti szakaszának kiépítése. Kedves nézőink, a hírórával legközelebb holnap este várjuk Önöket 7-től 8 óráig. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Kedves nézőink, köszönöm, hogy figyeltek ránk, tegyék ezt holnap is, mi itt leszünk és várjuk Önöket. Viszontlátásra!